Így néznek ki az okos és az okosított hideg vízmérő órák. Az okos mérés program részeként az okos hálózati adatközpont kiépítése mellett Nyíregyházán közel 1000 háztartásban és 177 önkormányzati intézményben telepítettek okos hideg vízmérési eszközöket, valamint közel 16 ezer lakásban található meleg víz és távhő költségelosztó, melyekből mostanra már mintegy 70 ezer darabot telepítettek a városban. Nyíregyháza egy speciális helyzetben van, legalábbis ami a tápfűtéses lakásokat érinti. Az elmúlt években olyan mérőberendezések kerültek fel és költségosztók a panelépületekben, amelyek tudnak kommunikálni rádiófrekvencián. Ez az okosmérés mintaprojekthez való csatlakozásunk ez abból állt, hogy ezeken a helyeken, ezekben a panel lakásokban olyan adatgyűjtőket, olyan koncentrátorokat pályáztunk meg, és szereztünk be, és szereltünk fel, amelyek összegyűjtik a lakóépületben ezeknek a mérőknek a mérési adatait, és továbbítják egy központi szerver felé, amit a központi okosmérés ZRT működtet. Erről a szerverről ugye a fogyasztó, mint mi a szolgáltató, különböző információkat tudunk kinyerni. Így például tudjuk a fogyasztást, ugye azt, hogyha meghibásodás történt, tudunk trendeket lekérni, és ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy tudunk energiagazdálkodni, az energiafelhasználásunkat hosszú távon monitoringozni. Az ügyvezető elmondta, a komplett rendszer kiépítése után akár havonta is képesek lesznek tényadatokat számlázni a távfűtés fogyasztóinak. A Nyírségvíz gazdasági igazgatója szerint a lakosság számára egyszerűbb ügyintézést és energiatakarékosságot is hozhat a rendszer kiépítése. A felhasználók kiszolgálására, minőségi kiszolgálására törekszünk, tehát mi a felhasználók oldaláról keressük azokat az előnyöket, amelyek például olyanok, hogy nem kell a mérőállást diktálni, a okosmérőt ugye regisztrálni kell, és az okosmérőt a laptopon vagy tableten keresztül, illetve okostelefonon keresztül is meg lehet nézni a felhasználást, tehát a mérési adatokat. Ezeket a Nyírségvíz ZRT honlapján keresztül is meg lehet nézni, amik csatlakozik a KOM ZRT központi okosmérés szerverére, és a saját fogyasztási adataikat látják a felhasználók. Adott esetben ugye energiatakarékosságra ösztönöz ez, pazarlást lehet ezzel megszüntetni, illetve hogyha olyan probléma adódik, akkor jelzést is küld a rendszer, tehát figyelmeztet esetleg egy szivárgásra vagy vízelfolyásra is. Könnyű Zsolt hozzátette, intézményi fogyasztók is részt vesznek a mintaprojektben, így a lakosság mellett ők is eredményesebben tudnak gazdálkodni a fogyasztásukkal. Emellett további cél, hogy a meglévő mintegy 18 ezer okosmérő számát tovább bővítsék, és a teljes lefedettséghez közelítsen az okos hálózat rendszere.